A magával ragadó előadás nyilvános főpróbáján jártak kedden a Petőfi Sándor általános iskola negyedikesei, az Óbecsei Petőfi Sándor magyar kultúrkörben. A Perem Magyar Színházi Egyesület a János Vitézt vitte színre. Ismertem a János Vitézt, amikor elolvastam, érdekes volt egy nap alatt, és amikor megkaptam a könyvet, és ez az előadás tetszett. A János Vitéz csak ötödikben lesz házi olvasmány, de a negyedikes gyerekek nagyon élvezték az interaktív produkciót. Nekem nagyon tetszett, azt tetszett a legjobban, amikor rá kellett gyugnunk a sáprűket. A rendező Rókus Zoltán volt, aki egyben a főszerepet is játszotta. A darabot elsősorban alsós diákoknak szánja. Ez egy igen nehéz nyelvezetű szöveg még az ötödik osztályosoknak, nem hogy esetleg a piciknek. És hát főként ugye a gyerekelőadás, mint olyan, az a különböző látványvilágra támaszkodik, mi is erre támaszkodtunk. Megpróbáltam a szöveget úgy leegyszerűsíteni, hogy ez könnyen fogyasztható, és egy úgymond egy mesejátékot építettünk ki a János Vitézből. Az előadásban Szedlár Mónika és Krémer Martina színészként, Cseszák Zsombor pedig zenészként működött közre. Alapvetően én ugye népzenész vagyok, és ebből a zenei világból táplálkoztam. Főleg viszont próbáltam kicsit ilyen bluesos ritmusokat, dallamokat, hangulatokat belecsempészni, tehát egy nem minden konkrét dal vagy népdal, hanem vannak ilyen kis improvizációk is benne. Az előadás a magyar kormány, valamint a tartományi oktatási titkárság támogatásával valósult meg, és Vajdaság több településén is láthatják majd az alsósok.